Hú, de szarul kinézek. Na sziasztok srácok, visszatértem egy újabb videóval. Ez az én top 5-ös listám lesz, hogy szerintem kik azok a YouTube-osok, vagy kik azok a videósok, már nem szeretem azt a kifejezést, hogy YouTube-osok. Kik azok a videósok, akikre érdemes odafigyelni, mert vagy feljövőben vannak, vagy feljövőben kéne lenniük. Úgyhogy ez az én top 5-ös listám, hogy kik azok, akiket szerintem érdemes figyelni a YouTube-on jelenleg. Az ötödik a listámon Kuhár Bence. Bence nagyon jó videókat csinál a kötött pályás budapesti közlekedésről, és volt már, hogy vonat közlekedéssel kapcsolatban is. Nagyon tetszik az, hogy mindig utána jár a dolgoknak. Olyan vasúti vagy villamos sineket talál, amik már évek óta elvileg nem léteznek. Csinált már videót például a meg nem épített reptéri metróvonalról, tehát nagyon sok mindenről érdemes rá figyelni egyébként, mert nagyon, tényleg nagyon jó videókat csinál. Negyedik a listámon Blake Vlog. Blake Vlognak sajnos aránytalanul kevés a feliratkozója. Blake már nagyon régóta foglalkozik a videózással, és mindig is tetszett, amit csinál. Az elmúlt pár évben nem néztem őt annyira gyakran, viszont régebben nagyon sok Blake vlog videót néztem, és ő az a klasszikus vlogger, tehát akinél van egy kamera, és bekapcsolja, és csak csinálja a videókat. És tetszik amúgy a stílusa, mert olyan laza a stílusa. Na, ugye az egész életébe kapunk betekintést, úgyhogy ez is nagyon tetszik. Harmadik a listámon a T-közép vlog. Hát a T-közép vlogot egyébként nagyon sok embernek már nem kell bemutatni, hiszen egyre több feliratkozójuk van, már több mint 10 000 feliratkozójuk van, és az elmúlt egy évben több mint 30 videót készítettek. A videók két elkövetője, Rekop György, aki ugye egy ismert humorista, és Szabó Ferike, illetve hát Ferike Iglesias, és ők ketten járják az országot és sporteseményeket, Magyarországhoz kapcsolódó vagy Magyarországhoz köthető sporteseményeket kutatnak fel, és csinálnak videókat, sportokat mutatnak be. Ha úgy van, akkor a kulisszák mögé is betekintést kaphatunk, és hogyha úgy van, akkor még ismertebb sportolókkal készítenek riportokat. Igaz, hogy nekik már azért több mint 10 000 feliratkozójuk van, de én azt gondolom, hogy megérdemelnének sokkal többet is. Második a listámon Rusher Smith. Amiért nekem nagyon tetszik Rusher Smithnek a csatornája, az azzal, hogy nagyon egyszerűen és érthetően fogalmaz, és olyan témákat feszeget, ami ilyen teljesen hétköznapi téma, vagy akár olyan téma, ami engem is érintett, a magyar YouTube-nak a problémái, vagy hogy egyáltalán, hogy hova tart a magyar YouTube. Úgyhogy Krisztián csatornáját is érdemes figyelni, mert nagyon jó videókat csinál, és mondom, azt tetszik benne, hogy egyszerűen és érthetően fogalmazja, és volt vele közös videóm is már. Az első Pintyőke Zsolt villamos vezető vlog. Pintyőke Zsolt villamos vezető vlognak több mint 700 feliratkozója van, és ami miatt szerintem kolosszális a csatorna az az, hogy rövid videókat csinál, jól fogalmaz, folyamatosan beszél. Jó, sokszor olyan téma van, ami úgy annyira nem érdekes, de ő az a klasszikus, nagybetűs vlogger, aki tényleg csak ez a bejelentkezik, elmondja, hogy mi történt, elmondja, hogy mi volt a műszakban, és ennyi. Egy másfél-két perces videó, vagy akár mondjuk egy ilyen 3 perces, amikor éppen úgy ideje van műszak közben, és ennyi. A nagybetűs vlogger szerintem. Hát ez az én top 5-ös listám. És én azt gondolom, hogy számomra ezek az emberek, akikre úgy oda kell figyelni, mert mindegyikről van miért példát venni. Úgyhogy ennyi igazából. Ha szerintetek van valami, ami lemaradt róla, akkor írjátok meg, de nyilván ez abszolút egy ilyen szubjektív dolog. Remélem tetszett nektek a videó, valószínűleg lesznek még hasonló témájú összeállítások. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!